Megfogjuk szépen, és bedobjuk. Oké? Idén már második alkalommal szervezett kis gurmé tábort a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara 10 és 14 év közötti általános iskolás gyerekek részére. Vörös Mária, pályaorientációs tanácsadó azt mondja, szeretnének hagyományt teremteni a táborral, ahol különböző játékos feladattal és versenyen keresztül ismertetik meg a gyerekekkel a vendéglátó szakmát. Volt egy felszolgáló lány, ő elmondta a gyerekeknek, hogy a felszolgáló szakma miről szól, ugye ez most már több szakmacsoportban jelenik meg, a vendégtéri technikus, illetve a vendégtéri szakember munkáját mutatta be, bemutatta a poharakat, elmondta, hogy hogy kell teríteni, hogy kell viselkedni egy pincérnek, milyen erősségekkel kell rendelkeznie, hogy a későbbiekben, hogyha esetleg ezt a szakmát választja, akkor mire kell ügyelnie. Minden esetben törekszünk arra, hogy a korosztályhoz mérten, a korosztály sajátosságait figyelembe véve mutassuk be az adott szakmát. Ahogy mondtam, a tegnapi napon itt volt velünk a felszolgáló hölgy, ő elmondta nekik, hogy amikor ők maguk elmennek egy étterembe, hogy hogy kell viselkedniük, mit kell a pincér, hogy kell a pincért odaszólítani magukhoz, hogy hogy tudnak ételt kérni, mire ügyeljenek. Elmondta a szakmának a praktikáit, hogy mi az, amit már most esetleg, ha a szüleikkel ellátogatnak egy étterembe, akkor már bizony figyeljenek meg, és viselkedjenek úgy egy pincérrel, hogy az udvarias legyen, és ugye ez gyakorlatilag egy kis szociális építkezés is, hogy tudjuk azt, hogy bizony, ha elmegyünk egy étterembe, akkor hogy kell viselkedniük. Ez a sárgarépa nagy, ugye? Mindig elvágjuk félbe, könnyen kezelhető legyen. Szépen itt csinálsz neki egy kis talpacskát. Megyünk egy mesterszakácshoz, a Mancinger László úrhoz, ő fogja a szakma csinyát, binyát bemutatni nekik. Nagyon érdekes, mert hogy ugye ők most már kést kapnak a kezükbe, megnézhetik azokat az alapanyagokat, húsokat, zöldségeket, gyümölcsöket. Ugye a mai világban most már nagyon menő, sokszor látjuk a tévében, vannak ezek a főzős műsorok. Egy kicsit most már majd magukévnak tudhatják ezt a szakmát is, mert hogy ők is gyakorlatilag beleesnek ebbe, és ők maguk főznek. Nagyon jó, mert minden nap szinte ők maguknak készítik a reggelit, az ebédet, így már otthon majd a szülőknek is egy kis segítséget fognak tudni nyújtani, és azért valljuk be, hogy ők az a korosztály, aki majd ugye most belelép ebbe a középiskolai oktatásba, és akkor már lehet, hogy sokkal nyíltabban állnak a vendéglátás ágazathoz, és akár lehet a jövő szakácsait, illetve pincéreit neveljük ki. A táborban 22 fiatal vett részt, Nóri annyira élvezte a tavalyi programokat, hogy úgy döntött, ez alkalommal is csatlakozik. Volt magyar nap, akkor ilyen rántott ételeket készítettünk, meg krumplipürét, meg volt lángos is, akkor volt amerikai nap, amikor hamburgert készítettünk sült krumplival, meg hotdogot, és ma pedig voltunk egy szakásnál. Nóri azt is elmondta, otthon is szívesen tevékenykedik a konyhában. Általában ilyen pudingokat főzök, segítek anyának. A 10 éves Adél először jár a táborban, elmondása szerint nagyon érdekli a főzés. Szoktunk csinálni palacsintát, meg fánkot. Eddig a rántott ételek tetszettek neki a legjobban, azt is megtudtuk, hogy miért. Mert nagyon szeretem a rántott húst, meg a rántott dolgokat. A gyerekek a cukrász pék ágazattal is megismerkedhettek, ehhez egy mestercukrász volt segítségükre. Készítünk ráfáló golyót, és egy vegán is lett. Ugye most már nagyon sok gyerek érzékeny több mindenre, tehát erre is figyelek, hogy nehogy a táborban legyen olyan gyermek, aki nem tudja megkóstolni a készítményt, úgyhogy hoztunk egy vegán is lett, ami ugye cukormentes, tejmentes és gluténmentes, hogy ők is tudjanak enni belőle. Én azt látom, hogy már az iskola alsó korosztályából nagyon érdekes, mert ugye több évre visszamenőleg mondhatom, hogy voltak sokkal kisebbek is, és nagyon tetszik nekik, és annyira szívesen készítik, és nyitottak nagyon rá, tehát hogy nagyon ügyesek. Tehát, hogy bármit mutatok nekik, hogy készítik, főleg amik hozok hozzá színes cukorkát, és hogy kreatívkodhatnak és díszíthetnek, hát azt érzik a legjobban. Úgyhogy ügyesek nagyon. Én mindenképp azt ajánlom, ahogy már a gyermeknek oda lehet adni egy fakanalat, és csak belekever, csak éppen valamit segít neki. Tehát nem mondom, hogy rögtön az érezkést, de bármi, amiben gyúrkálhat egy kicsit, úgy, mintha egy gyúrmázna, bármi, és mindenképp bevonnám őket, mert ugye ezzel egy közös program is, a másik meg, hogy mindenképp a konyhához hozzászoknak és ügyeskednek. Oda.
Az egyhetes tábor az Innovációs és Technológiai Minisztérium hozzájárulásával valósulhatott meg, így térítésmentesen élvezhették a diákok. Reményeink szerint igen lesz, még szeretnénk hagyománnyá tenni ezt a tábort. Nagyon fontos, hogy olyan gyerekeket tudunk ide a táborba fogadni, aki esetleg nem tudja megtenni, hogy ő egy ilyen nyári táborba elmenjen. Úgyhogy egyből a szempontból segítünk a szülőknek is, illetve próbáljuk azt is, hogy ezt az ágazatot szeressék meg, legyenek bátrak, gondoljanak arra, hogy nekünk ugye ez a jövőnk. Mindenképp 8. után kell már egy szakmát választani, vagy egy ágazatot, és nagyon szeretnénk, hogyha itt a megyében egy picit nagyobb hangsúly esne erre az ágazatra, hiszen azért tudjuk, hogy Tolna megye gasztronómiája, akár ha a Sárközt nézzük, vagy akár a borászatot tekintjük, nagyon nagy múltra tekint vissza.